várjuk kérdését üzenetrögzítőnkre vagy élőben. 2018-21-21. Kérdezze polgármesterét, dr. Bácskai Jánost. Köszöntjük Önöket február 27-én élőben, minden más időpontban ismétlésünket látják. Ez esetben kérjük, hogy üzenet rögzítőnkre mondják majd rá konkrét kérdésüket, amit a következő március 27-i adásban továbbítunk polgármester úrnak, akit egyelőre még február 27-én köszöntök itt a stúdióban, üdvözlöm. Jó estét kívánok, kedves nézőket is üdvözlöm ezen a szép téli estén. Mondom elérhetőségeinket, 2018-21-21-es az üzenetrögzítős telefonszámunk, info@9.tv az e-mail címünk. Korábbi műsorainkat, többek között ezt a műsort is visszanézhetik YouTube csatornánkon, megtalálnak minket továbbá Facebook oldalunkon és honlapunkon is. A mai adást pedig azzal a hírrel kezdjük, hogy elfogadták Ferencváros költségvetését, 2018. évi idei költségvetését a legutóbbi február 15-i testületi ülésen. Mennyi pénzből és hogyan fog gazdálkodni idén Ferencváros? Több mint 20 milliárdból, és majdnem 5 milliárd az, amit szabadon költhetünk, tehát ez igazán élvezetes és ugye, jó évnek ígérkezik. Ugye van a kötelező és önként vállalt feladatok, ezt minden év elején elmondjuk, hogy igen, így áll össze a költségvetés. Nem lehet elégszer elmondani, ez az, amiről szabadon dönthetünk igazából, és ezen belül próbálunk egyensúlyt találni, illetve a fontosabb dolgokról említést is tennék. Ez ugyan a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kaptunk a minősített pedagógusok bér és járulék kiadásaira, kaptunk több mint 2 millió forintot, ez nekik jár. A kormányhatározat alapján 30 millió forint támogatásban részesültünk, ezek sportfejlesztések. Ez a Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítésének a megvalósítására. Ami, ha jól tudom, nagyjából már lezajlott, tehát hamarosan várható az átadó ünnepség is. Tartanak, és az átadás az pedig remélhetőleg még márciusban sor kerül. Ugyanezen keretből 20 millió forint szintén egyedi támogatás, ezt a napfényóvoda tornaterem bővítésére fogjuk felhasználni, tehát új tornaterem, tornaszerb szoba igazából a napfényóvodába. Az ingatlan hasznosításban a Temesvári tömbből a Viola utca 37 A és B szám kiköltöztetése befejeződött. Tehát üresek már írtunk, ezek az épületek. És mivel érdeklődés van rá, ezért pályázatot is írtunk ki. Tehát, hogyha elmegy, akkor két háznak a bontása és felépítése következik ezután. Az országgyűlési választásokról érdemes szót ejteni, április 8-án lesz, ez biztos mindenki tudja. Csak egy kis belső információ, csemege, 11,6 millió forintunkba fog kerülni. Ez ugye minden választáskor egy érdekes összeg lehet. Az illegális hulladék elszállítása is plusz költségként 5 millióval megemeltük, hiszen egyelőre egyre több és több, nem győzünk vele küzdeni. Ugye ez a témával is sokat foglalkoztunk. Én továbbra is kérem a kedves nézőket, hogy ahogy ilyet látnak, minél előbb telefonáljanak a zöld számon vagy a rendőrségre, a tetten érés a legjobb megelőzés. Akit egyszer elfogunk, az már még egyszer nem fogja megismételni. Ez összesen mennyi pénzébe kerül így most akkor, hát az önkormányzatnak? Most már 30 milliót majdnem eléri évente. Meg lehetne spórolni ennyit, hogyha fegyelmezettebbek lennének a polgárok, és nem raknák le éppen ahol eszükbe jut a szemetjüket. Gyáli út 17-19 alatti szakorvosi rendelő műszaki állapota elképesztő. 18 ezer József Attila lakótelepi ember járt át éveken keresztül, sőt mondhatnám évtizedeken keresztül az Aszódi úti lakótelepre, és most ezt is meg fogjuk oldani, hogy az alapfogorvosi ellátást és a házi orvosi rendelőt pedig az Aszódi úti lakótelepen fogjuk kialakítani. A egészségügyi szolgáltató, tehát a Mester utcai épület felújítása, legalábbis a nyílászárókra 180 millió forintot nyertünk, és ehhez hozzá fogunk még tenni 45 millió forintot, ez 225 millió forint, és további nagyjából 20 millió forintot fogunk utcai rendelő felújítására és átalakítására, hogy méltó helyre költözhessen az ottani házi orvosi rendelő. Az Aszódi lakótelep közvilágítása az
forró téma, hogy így mondjam. Az első fordulóban összesen 6 körzetből álló villamos felújítást terveztünk. Ennek körülbelül 100 millió forint lesz a költsége, ez egy tetemes összeg, és 4 ütemben fogjuk megvalósítani a térvilágítást, illetve a közvilágítást, ugye a térvilágítás az most is van, a térvilágításnak a helyreállítását. Amit kérdezett, nagy vonalakban a rehabilitációra egy házat tervezünk, a Balázs Béla 13-at, az több mint 1,2 milliárd forint, kultúrára pedig az egyházi pályázat az 30 millió forint, a civil pályázat az 20 millió forint, amit erre tervezünk, és a színház működtetése a 100 millió forint összeget haladja meg, és az FMK működése, ami az összes kulturális programnak a nagyjából 85-90%-át fedezi, az pedig meghaladja a 200 millió forintot. Mennyi megtakarítása van a kerületnek? Egyelőre még sok, több mint 2 milliárd forint, ugye ezt tartalékoltuk a bizonyos bójai perre, de mivel a kúria határozata alapján megnyertük ezt a pert, ezért ez most már jogerős, még mindig várjuk a határozatot, ez most már felszabadul, ez az összeg nem sokára, és akkor fogunk tudni ezzel is számolni. Elsősorban a szociális területen próbálunk még többet, és a közterületeknek az őrzése, illetve megújításáról később lesz is szó, a Hallerpark, illetve a nagyobb köztereinknek a felújítását folytatjuk, hiszen a nagy játszótér az már befejeződött, és a József Attila lakótelep tervezése is folytatódni fog, tehát ott is ugye az első fecske megjelent, 5. emelet építése, lift kiépítésével, remélem erről is mi hamarabb be fogunk tudni számolni, hogy ez egyáltalán hogy tud megtörténni. Tehát akkor van már egy olyan beruházó ezek szerint, és egy olyan vállalkozó szellemi társaság a lakótelepen, aki belevág a megújulásba, az ilyen formában a megújulásba. Ezt határozottan mondhatom, hogy igen, a határozatok tudomásom szerint már megvannak, de egyelőre még nem kaptunk zöld jelzést, hogy erről beszélhessünk, de ez már csak hetek kérdése, és akkor be tudjuk mutatni az elsőt, illetve döntenünk kell majd a közeljövőben a József Attila lakótelepen található és működő, hát némely esetben bódészerűen működő elárusító pavilonok sorsáról. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy mennyire legyen egységes, milyen állapotúakat fogadjunk el, tűrünk még meg. Hát ez nagyjából társadalmi vitává is fog fajulni, legalábbis én azt szeretném, hiszen ahhoz, hogy eldöntsük, hogy egységesnek szeretnénk-e és modernnek látni ezeket a szolgáltató egységeket, mert ugye ez az ellátás segítő szolgáltatások. A kereskedők meg az ottélők is szóljanak hozzá. Így van, ugye ezek közösségi része. Tervezésben szeretnék a lakótelepet megújítani. Ez annak a része, igen. Legutóbbi testületi ülésen ellenzéki képviselők felvetették azt, hogy a metró, 3-as metró felújításával kapcsolatban igazából két olyan állomás lesz, ami nem lesz akadálymentes, és ez Ferencvárosban a Pöttyös utca és az Ecseri úti metró megálló lenne. Mi a helyzet ezzel? Hát ezt inkább a politikai utálövések közé sorolnám be, hiszen ez teljesen világos volt a felvetés pillanatában. Azok, akik felvetették, pontosan tudták, hogy azok, akik a fővárosi közgyűlésben említést tettek arról, hogy aláírásgyűjtés folyik, ők is pontosan tudták már, hogy ez csak egy politikai csinadratta része, hiszen a főpolgármester úr Tarlós István már akkor előreadott tárgyalásokban volt a Mozgássérültek Egyesületével, és a közgyűlésben is határozat született arról, hogy minden metroállomás akadálymentesítve lesz. Természetesen az adottságoknak és a lehetőségektől függően, így sem az Ecseri, sem a Pöttyös utca nem marad
akadálymentesítés nélkül. Az, hogy nem milyen módon lesz, azt lehet már tudni, vagy azt még a szakmai, korai erről beszélni? A szakmai kérdés, olyan értelmű is, hogy műszaki szakmai kérdés is, és a nem véletlenül, hogy a mozgássérültek országos egyesületét is bekapcsolták, hiszen ők tudják elmondani, hogy melyik a legalkalmasabb, legjobb eszköz, és többféle megoldás is szóba került. Most itt nem akarom megelőlegezni, de egy modern megoldás lesz az Ecseri útnál, amit én láttam is már, és egy északi országban kitűnően működik. Lehet, hogy ez még a távoli jövő, egyelőre még a másik oldalon kezdték el a 3-as metrónak a megújítását. Polgármester úr parkolás ügyben tett feljelentést, mi ez az ügy? Igen, egy elég érdekes történet, illetve hír látott napvilágot, és a belső vizsgálatok arra a következtetésre juttattak, hogy büntető feljelentést kellett tennem, hiszen olyan furcsaság és cifraság történt, ami nem minden nap történik meg, még Ferencváros életében sem. És mivel a vizsgálat folyik, ezért most nem tudok ennél többet mondani. Én is kíváncsian várom az eredményt, hiszen... Mivel kapcsolatban folyik azért annyit, mert ugye csak annyit mondtunk el, hogy parkolás, de annak milyen szegmensét érinti? Hát ugye ez nem csak az önkormányzat, hanem tulajdonképpen a polgármester jó hírnevét is sérti. Ez a cselekedet, ami történt, úgyhogy én is nagy izgalommal várom a nyomozás végeredményét, hogy ki az, aki ilyen cselekedetre ragadtatta magát. Konkrétan ezt lehet tudni, hogy egy bizonyos vállalkozó rendszámát most mondjuk így becsempészte a lakossági parkolás, ingyenes lakossági parkolási engedélyek közé, nem egészen törvényes módon. Amennyiben ez a nyomozás lezárul, akkor majd erről az ügyről, illetve az eredményéről is beszámolunk, most pedig a nézőinké a szó. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a Vágóhíd utcai járókelők nevében köszönjük, hogy az István Kórház oldalát megtisztították. Köszönjük szépen, mi pedig a visszajelzést. Ugye a hölgy az elmúlt múltkori adásba telefonált nekünk ezzel a problémával, örülünk, hogy ilyen gyorsan megoldódott, azt pedig külön köszönjük, hogy vissza is jelzett nekünk. Most pedig akkor jöjjenek a kérdések. Jó napot kívánok, és Hír Mihály vagyok. Vágóhíd 42-ben lakok, 9 kerületben. Egy nagyon nagy kérdésem volna nekem, hogy ez a Ferenc busz, itt a Mester vagy a Vágóhíd utcánál szemmel nem kell fordulni, hely is volna, az a busz, ha megállna odafelé, visszafelé, már az STK-t, vagy az Orsztöndőt van járat, csak hát ugye, mint 78 vagy 87 éves vagyok, ha visszafelé tudnánk jönni. Nagyon nagy köszönettel volnánk, hogyha meg lehetne szólni. Van-e lehetőség arra, hogy megálljon a Ferenc busz a Vágóhíd utcában? Külön köszönet a telefonért, a szép kor megérése, az édesanyámmal egyidős az úr, teljesen jogos a felvetése. Így szemmel, tehát a laikusként azt tudjuk megállapítani, hogy hely éppen lenne. Úgyhogy írtam a BKK illetékeseinek, és vizsgálják a helyzetet, úgyhogy reménykedem a pozitív válaszban, együtt azokkal, akik szívesen használnák ezt a megállót, ha megépülne. Ha lesz, akkor meg reméljük, hogy elsőként jelenthetjük be. Busz után most kapuval kapcsolatos kérdés következik. Jó napot kívánok, polgármester úr! Száva Márta vagyok, a Gát utca 14 szám alól. Volna egy nagy kérdésem. A kaput nem tudjuk hosszú évek óta bezárni, ha bár egy nagyon stabil kapu, mert ilyen űrlények költöznek be a házba, akik nem törődnek evel. Én a kapu felett lakom, rémes ez az állandó csapkodás. Ha meg lehetne oldani, ahogy nagyon régen volt, a kapu tetején egy ilyen rugó szerkezettel, ami automatikusan bezárodik, ha kinyitja valaki. Kérem a segítségét hozzá. Köszönöm szépen. Szóval űrlények elleni rugós kapuzárra van-e lehetőség?
olajfékbehúzó, így ez hívják. A hivatalos ez neve? A hivatalos neve, ezt föl is fogják szerelni, lehet, hogy ma kedvestére már föl is szerelték. A következő kérdés a Lenhoség utcából érkezett. Berekvédi István vagyok, a Lenhoség utca 7-9-ből, és azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy végig a Mester utcában miért nincsenek lerakva székek, mivel én egy 77 éves úriember vagyok, és sehol nem lehetne megpihenni. Ez ugyanúgy vonatkozik a Mester utcától egészen a Dandárfürdőig, egy olyan lehetőség nincs, ahol egy idős ember le tudna ülni. Minél hamarabb kérném, hogy ezeket csinálják meg. Köszönöm. Bizonyos időközönként ez valóban visszatérő kérdés, mi a helyzet a Mester utcával és a padokkal? Az emlékeim nem csalnak a 90-es évek végén, tehát még az ezért forduló előtt szerintem voltak padok. Hát ez egy érdekes kérdés lenni, miért tűntek el, szerintem voltak, de meg fogjuk vizsgáltatni, hiszen most itt elmondhatjuk ezt a kitűnő alkalom rá, hogy a Néru Parkba is megérkeztek a padszerű padok. Igen. Nagyon szépek. Mondjuk el a hátterét azért, ugye, hogy amikor megújult a Néru Park, akkor hát nagyon dizájnos, de mondjuk idősek számára nem éppen komfortos padok lettek ki. Nehezebben használható, és hát néha még én is elgondolkoztam, hogy ezek padok vagy miféle jószágok, minden esetre most már padszerű padok vannak. 12. És ezek a design padok is megmaradtak? Szám szerint hogyne, persze, hát az ragaszkodtak a tervezők és kivitelezők. Magánvéleményem, hogy ez a budai oldalról se feltétlenül néz jól ki. Minden esetre ez megoldódott, és hogyha oda sikerült 12 padot elhelyezni, akkor talán akad néhány a Mester utcába is, úgyhogy fogok szép kérelmet írni, és akkor remélhetőleg ezek a padok. Ez főváros, ugye, mert a Mester utca is fővároshoz tartozik, tehát fővárostól kell kezdeményezni. Reméljük, hogy kérések meghallgatásra és értőfülekre találnak, így van. Érkezett még az adás előtt két kérdés, az egyik a Vaskap utca 34-ből, a kérdés úgy szól, hogy mikor fogják bontani, illetve mikor adnak címeket, tehát mikor költözhetnek majd el az ott lakók. Hát a bontás gondolom kevésbé izgalmas, hiszen akik elköltöznek, azokat már kevésbé érinti, izgatja, inkább, sokkal inkább a költözés. Hogy ő mikor költözhetem. Azt ugye elmondtuk már egy pár műsorban, és idén is folytatódik az ingatlan boom, és nagy az érdeklődés. Idén 15 háznak a felújítását próbáljuk megtervezni, illetve hát az értékesítést is megkezdeni. Ugye a magántőke bevonásával. Emiatt a magántőke bevonásával is, hát saját forrásból is, de inkább a magántőke bevonásával, és hát némi nemű torlódás van, emiatt csak március 19-ére ígérik a kollégák, hogy el tudják kezdeni a Vaskapu 34-nek a megkeresését, tehát az ott lakók megkeresését. Erre általában 3-4 hónap az időszükséglet, tehát én tehát biztos, hogy benne, hogy nyár környékén, de nyár végére már minden lakónak meg lesz az új helyezkedés. Koppány utca 3-ból Jónás Angelika is telefonált, és neki is ez a kérdése, hogy mi lesz ennek a háznak a sorsa. Igen, hát hogyha figyeljük a számokat, ennek a ciklusnak az elején még 71-ről beszéltünk, 2010-ben még majdnem 100-ról. Tehát olyan házról, ami felújításra most 51-ről, vált. Igen, most 51-nél tartunk, és hogyha ez a 15 összejön, akkor 40 alá fog csökkenni azoknak a száma, azoknak a házaknak a száma, ahol még várnak. Nos, elfogynak az ilyen típusú nézői kérdések. Hát ez lenne a jó, ez lenne, az egy jó adás. Azért egy ünnepi, még arra valószínűleg egy pár évet várni kell. Hát minden esetre ünnepi adás lesz, mint ahogy mondhattuk azt 2016-ban, hogy belső Ferencváros komfortossá vált, hiszen a Lónyai 26 volt az utolsó belső Ferencvárosban, ahol még komfort nélküli lakások voltak. Tehát a Koppány 3 az én látókörömben nincs benne a következő 3 évben, de ugye ne zárjuk ki, látva az elképesztő fejlődést a Vágóhíd környékén, hiszen csak a Vágóhíd környezetében 3000 lakás épül. Nagyon nagy az érdeklődés, és hogyha ugye az olimpia elmaradása az egyik közvetlen ok, hogyha az olimpia
olimpiát rendeznénk, akkor az összes Koppány utca, Gubacsi hát sorsa út megoldódott volna egy csapásra, hiszen ott lett volna az olimpiai falu, ez sajnos nem következett be politikai okokból, így most a Koppány utcaiaknak várni kell megint csak az érdeklődőre. Tehát itt is magántőkére, magánberuházásra. Mindenképpen rájuk számítunk, én biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen. Majd. Biztos vagyok benne, mert az a terület is értékelődik föl, és hogyha megnézik a környéken, a Soroksári út azon szakaszán is megjelentek a daruk, tehát folyamatos építkezés van. Tehát szükség lesz arra a telekre szerintem. Úgy legyen. Ferencváros életének különböző területei, így a kultúra, sport, szociális terület vagy ifjúság ügy, ezeket a területeket úgynevezett koncepciók mentén szervezik. A mai adásban néhány ilyen területet fogunk érinteni. Elsőként sportról lesz szó, és a már második alkalommal megrendezett sportgáláról. A második Ferencvárosi Sportgálának idén is a Ferencvárosi Művelődési Központ adott helyet, ahol testnevelő tanárokat, edzőket, valamint sportolókat díjaztak. A gála dr. Bácskai János polgármester köszöntőjével kezdődött. Ez a mai este azokról szól, akik a sportot komolyan veszik. Komolyan veszik annyira, mint mondjuk Jack Brewer, olimpiai bajnok maratoni futó, aki azt merte mondani, hogy aki olimpiai bajnok maratoni futó akar lenni, az jó válassza meg a szüleit. Sok szülő van itt, aki mindent megtesz azért, hogy a gyermeke eredményes sportoló legyen. Sok gyermek, sok fiatal versenyző van, aki azért sportol, hogy egyszer majd olimpiai bajnok lehessen. Természetesen nem lehet mindenkiből olimpiai bajnok, de lehet magyar bajnok, lehet országos bajnok, de lehet olyan bajnok, és ennek a mai estének is a fő célja, aki egy adott sportágban, Ferencvárosban a legjobb eredményt érte el. Elsőként a diák sport kategória díjazottjai vehették át az elismerést. A díjakat dr. Tolnai Marianna, a belső pesti tankerület igazgatója, valamint Hollik István országgyűlési képviselő adták át. Diák sport harmadik, negyedik korcsoport leány díjazottja Dobronyi Dorina, aki az úszás mellett az öttusában ért el kiemelkedő eredményeket. Fiú díjazottja karaté sportágban Tóth Dárius. Diáksport 5-6. korcsoport leány díjazottja Szabó Anna, sportága a taekwondo. Fiú díjazottja judó sportágban Beringer Dominik, aki nem tudta átvenni a díját. A speciális para és szabadidősport kategória díjait Szántó Imre, a magyar ökölvívás kiemelkedő edzője adta át. Az év parasportolója Ocelka Róbert látássérült parakerékpáros és paratriatlonista. Az év speciális sportolója a válogatott szervát ültetett teniszező Jakab Ivett. Az év szabadidősport díjazottja dr. Csávás Anna, aki hosszú évek óta rendszeres természetjáró. A versenysport U18 és U23 kategóriában a díjakat dr. Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Józsefváros polgármestere, valamint a Fradi alelnöke és Kálai Gáborné sportért felelős alpolgármester asszony adták át. Az év U18 leány sportolója Hatfi Gréta, strandkézilabdás. Az év U18 fiú sportolója Vejsze Zoltán, vitorlázó. Az év U23 női sportolója Háfra Noémi, kézilabdázó, akinek díját húga Háfra Luca, Ferencváros ifjúsági kézilabdázója vette át. Az év U23 férfi sportolója Hankó Kálmán, ökölvívó. A versenysport felnőtt korcsoportban az év edzője, testnevelője elismerések következtek. A díjakat dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere, valamint dr. Kocsis Máté adták át. Az év felnőtt női sportolója Simon Boglárka, ökölvívó. Az év felnőtt férfi sportolója Mucsi Mihály, rádiós tájfutó, akinek díját Fröhlich Henrik, az egyesület elnöke vette át. Az év edzője Elek Gábor, Ferencváros női kézilabda csapatának edzője, aki nem tudott részt venni a rendezvényen, így díját Kökény Beatrix, olimpiai ezüst és bronzérmes kézilabdázónk vette át. Az év testnevelője Iván László, aki jelenleg a Lővei Klára gimnázium tanára. A díjazáson túl idén is színes programokkal várták a nézőket. Mazsoret, karaté bemutató, Buzsicsú Káj, valamint freestyle foci bemutatóval tették még színesebbé a programot. Az est zárásaként pedig Hevesi Tamás adott koncertet. Mert a szívünk utat még néhány új utat
ahol életre keltjük a fáradt álmokat, és ha eltévedünk, mindig máshol ébredünk, akkor sincs baj, mert egy kaland csak az életünk. A rendezvény végén pedig Klenovszkibe a sportreferenst kérdeztük a sportkoncepcióról, valamint az elért eredményekről és a jövőbeni tervekről. Ferencváros önkormányzatának 2014-2018-ra szóló sportkoncepciója lassan a végéhez él. Én úgy érzem, hogy 90%-ba teljesítettük az abban foglaltakat, ami fontos ugye az a szabadidősport, a diáksport, a rendezvények, kapcsolattartás az egyesületekkel. 2015 óta tematikus sportnapokat rendezünk, szervezünk a kerületben. Szinte minden hónapban van valamilyen célcsoportnak szóló programunk, gyerekeknek, nőknek, férfiaknak, extrém sportnak, diákoknak, sportpróbáló, szinte mindenkinek. Hivatali sportnapunk is volt tavaly, ezt is szeretnénk folytatni, ez nyilván a kollégákat mozgatja meg. Én azt hiszem, hogy a jövőre nézve ezeket a programokat megtartanánk, és nyilván, hogyha van rá igény, akkor még tovább fogjuk fejleszteni. Március 3-án lesz a női sportnap a Vendeltorna csarnokban, erre szeretettel várjuk a kerületi lányokat, asszonyokat. 10 órától 14 óráig két helyszínen óránként változó programokkal szeretnénk megmozgatni a lányokat. Az új sportkoncepcióba szeretnénk beépíteni újabb elemeket is. Nyilvánvaló, hogy meg kell erősíteni az iskolákkal az együttműködést, főleg azután, hogy most már ugye a tankerületekhez kerültek át a kerületi iskolák. Hát valamint a sportlétesítmény fejlesztésben szeretnénk úgy a Haller Parkban, mint a József Attila lakótelepen, a Nyugdonban fejlesztéseket végrehajtani. Én nagyon szeretném, hogyha ez az elkövetkezendő 2-3 évben megvalósulna. Hogy lehetne meghatározni, hogy akkor kiknek szól a ferencvárosi sportkoncepció, hiszen van itt egy ferencvárosi tornaklub ugye a kerületben, amire hát nagyon büszkék lehetünk, hogy az egyik leghíresebb, az ország leghíresebb tornaklubja az itt van Ferencvárosban. Mit tud ehhez hozzátenni a ferencvárosi sportkoncepció? Minden olyan versenyző, edző, bármilyen sportágban indul, aki a legjobb eredményt éri el, és ferencvárosi lakos, azok közül választjuk ki a legjobbat. Hogyha az egy fradi sportoló, akkor fradi sportoló, de hiába van a fradinak, illetve hát hiába, hál' Istennek van 16 szakosztálya, nem fedi le az összes olyan sportágat, amit művelnek a ferencvárosiak. És ezért van idézőjelben esélye azoknak is, akik nem a fradiban sportolnak. Jól látható volt, hogy 3 vagy 4 díjazott volt a fradiból, az összes többi nem fradista volt, ami nem a fradinak a gyengeségét jelzi, hanem olyan sportágokat is elismerünk, amelyek nem annyira, a népszerű szót nem ismerem kimondani, hanem nem annyira sokan űzik, például a rádiós tájfutás, vagy a karaténak különböző ágazatai, de hogyha országos vagy világra szóló sikert érnek el, akkor megérdemlik az elismerést. Tehát ilyeneket láthatunk. Hát a para és a speciális sportolók pedig, hát gondolom ezt nem kell megmagyarázni, hiszen a gyengén látó, illetve a világtalan triatlonista méltó volt arra, hogy ezt a díjat megkaphassa, és a para sportolók közül is, illetve a speciális sportolók közül, ők szinte mindig szervát ültetett sportolót, embert jelentenek. Azért képzeljük, hogy egyvesével vagy máját ültetés után országos vagy világsikeres, hát 2 évvel ezelőtt világbajnok teniszezőt köszönhettünk Ferencvárosban. Tehát mindig vannak olyan eredmények, amikre nem csak hogy érdemes felfigyelni, hanem érdemes elmondani, hiszen ferencvárosi sportolóról van szó. Mennyire sportos kerület egyébként Ferencváros? Most biztos erre pontos választ nem fog tudni adni, de hogy mondjuk érdekes lenne mérni, hogy a lakosságnak hány százaléka sportol, akár aktívan, akár hobbi szinten, de hogy mik ezzel kapcsolatban a tapasztalataik? Mennyire kötelez a Ferencváros név itt hát a kerületben? Hát elég csak az utcákon járni a tereinken, ahol ezek a gymek vannak, tehát a szabadtéri tornaeszközök, a futópályák, hát az a legnépszerűbb. Ferenc téren, mikor megjelent a futópálya, hát ennyi dicsérő levelet még nem kaptunk az elmúlt években. Olyan nagy az igény, pedig csak a futásról van szó, szóval ami a legegyszerűbb sportág, mert kell egy jó cipő hozzá, aztán
aztán hajrá. Tehát nagyon sokan sportolnak, és nekünk pontosan az a célunk, hogy minél többen szervezetten és irányítottan tegyék meg, hiszen az időskori programjainkban is ez van benne, hogy a testmozgás is irányítva legyen célszerűen. És az időseknek is nagyon sokféle mozgástípus van itt Ferencvárosban. A gyerekek pedig adva van, hogy az iskolába minél több lehetőségről tudjanak, és minél több helyre tudjanak elmenni, olyan sportágokba is, ami nem feltétlenül a foci. Milyen sportfejlesztések várhatóak? Ugye a sportreferens beszélt erről is, kiemelte a József Attila lakótelepet, illetve a Haller Parkot, és akkor itt jelezném, hogy szintén adás előtt Ódor Sándorné nézzünk is újra érdeklődött a Haller Park megújításával kapcsolatban. Tervezés alatt van, és hogyha a zárszámadáskor megtudjuk, hogy pontosan mennyi pénzzel rendelkezünk, ez akkor mikor, szeretnénk, május? Ez május eleje, április, inkább május eleje lesz a testületülés, amin döntünk az elszámadásról, és akkor látjuk a felhasználható összegeket, akkor szeretnénk a legnagyobb parkjainkra egy átfogó és egységes koncepciót, ahol kiemelten kezeljük a köztéri sportolási lehetőségnek a bővítését, tehát amiről itt is beszéltünk, hogy újabb futópályák és ezek a tornaeszközök, amik minden korosztály számára hasznosak. A sportkoncepció természetesen, ahogy utaltunk már erre, kiemelten foglalkozik a fiatalok, az ifjúságnak a sportolásával is, és kiemelten foglalkozik Ferencváros az ifjúság életével is, ez pedig az úgynevezett ifjúsági koncepció szabályozza. Az ifjúsági koncepció területén sok minden lehet büszke Ferencváros az elmúlt 6 év során. Ez egyébként a második koncepciónk már, mert 2012-től 15-ig volt az első is, ez a folytatása tulajdonképpen ennek a munkának. 2012 óta létezik a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, ami a kerület összes általános és középiskolájából demokratikus úton választott képviselőknek a szervezete, ifjúsági polgármesterrel, alpolgármesterrel, és 40-45 képviselővel, akik tulajdonképpen meghatározóak az ifjúsági mobilitás területén itt kerületben, programokat szerveznek, érdekérvényesítéssel foglalkoznak, képviselik az ifjúságnak az elképzeléseit, megvalósítanak olyan szakmai programokat, amely az ifjúsághoz közel áll, és tulajdonképpen a felnőtt önkormányzat mellett tulajdonképpen véleményezési joguk is van arra, hogy az őket érintő témákat megbeszéljék, megtárgyalják, és a véleményüket nyilvánítsák ki a témákban. Most ennek kapcsán nagyon sok olyan hagyományteremtő programunk, rendezvényünk született az elmúlt évek során, amely az ifjúság életéhez kapcsolódik. Ilyen például az ifjúsági fesztivál, ilyen a prevenciós nap, a diák munkabőrze, az ÉCVilágnapi rendezvény, vagy a drogprevenciós előadás sorozatok, vagy az, hogy Ferencvárosban ifjúsági közösségi terek jönnek létre. Most jelen pillanatban a H52 ifjúsági iroda és közösségi tér az, amely a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára nyújt szolgáltatási lehetőségeket, szabadidős programokat. Ezt természetesen karöltve a kulturális koncepcióval, a sportkoncepcióval, valamint az esélyegyenlőségi területtel valósul meg. Terveink között szerepel az, hogy bővítjük ezeket a szolgáltatásokat, hogy már a tavalyi évben megnyitottuk a Mestergaléria és közösségi teret, amely idén válik igazán majd a fiatalok újabb színterévé. Terveink szerint több területen szeretnénk hasonló lehetőségeket biztosítani a fiatalok az ifjúság számára. Ferencváros önkormányzata nagyon sok támogatást is biztosít, ami az ifjúsági koncepcióban is megfogalmazódott az ifjúság, a gyermek és ifjúsági korosztály részére, mert már a babazászlótól kezdve a jogosítvány megszerzésének támogatásán át, a nyelvvizsga megszerzéséig gyakorlatilag az étkezési támogatás, az iskolatai program, a Túró Rudival való támogatása a gyerekeknek, a tankönyv és taneszközcsomag támogatás, a fiatalok területén például a gyeselévő kismamáknak az ingyenes könyvtár használati lehetőség. Ferencváros önkormányzata Ferencvárosban élő, tanuló, dolgozó összes fiatalra, gyermek és fiatalra kiterjeszti ennek a stratégiájának, a koncepciónak a céljait és feladatait. Az óvodák, a
az általános iskoláink, a belső tankerületi központhoz tartozó gimnáziumok, az egyházi gimnáziumok, a szakképzési centrum szakgimnáziumai, szakközépiskolái, az alapítványi gimnáziumok és szakiskolák is beletartoznak ebben a körben. Tehát magyarul, aki ebben a kerületben él fiatal, az mindenki ezeket a szolgáltatásokat igénybe veheti. A 20 éves fiatalok számára is megpróbálunk biztosítani a lehetőségeket, olyan kulturális programokat, olyan szabadidős programokat, sportolási lehetőségeket, amelyek az ő mindennapi életüket, az életminőségüket javítja. Vagy például a fiatalok vállalkozóvá válásának segítése, hogy elinduljanak a pályán, a karrier tanácsadások, az ehhez kapcsolódó ingyenes jogi tanácsadás. Ez természetesen a kerületben működő felsőoktatási intézményekkel karöltve közösen próbáljuk megvalósítani, valamint azokkal a civil szervezetekkel, akik a kerületben léteznek. Most az ifjúsági koncepcióhoz azért markánsan kapcsolódik a kerületnek a drogellenes stratégiája is, ami itt a Ferencvárosi Kábítószergyi Egyeztető Fórum munkájában és tevékenységében nyilvánul meg alapvetően, hogy az iskoláink tudják, hogy hova forduljanak, milyen szakmai szervezetekhez, milyen civil szervezetekhez, ha drog problémáról beszélünk, milyen szakmai előadásokat tudnak igénybe venni, milyen foglalkozásokon vehetnek részt, milyen egyéni esetkezelésekben kaphatnak segítséget. Én azt gondolom, hogy itt is egy nagyon kiterjedt, hatékony és széleskörű munka folyik Ferencvárosban. Valamint működtetjük az oktatási ifjúsági kerekasztalt, valamint a szociálpolitikai kerekasztalt, ahol az ifjúság is jelen van, valamint ezek az említett szakmai szervezetek és intézmények, akiknek tulajdonképpen lehetőségük van arra, hogy közösen alakítják ki ezeknek a kerekasztaloknak a munkáit. Rövid idő alatt tehát sok új helyszínnel és programelemmel bővültek az ifjúsági programok, vagy az ifjúsági program kínálat, ugye elég sok minden elhangzott ebben az összeállításban. Igen, Trapi István részletesen, kimerítően felsorolta, hogy mi minden lényeges elem van ennek a koncepciónak. Kállai Gáborné, a polgármester asszony felügyeli és gondozza ezeket a területeket. Például az Ádám és Évák programsorozat, színházi sorozat nekem az egyik kedvencem, hiszen 7-9, néha minden iskola is részt vesz ezekben a előadásokban, mármint a gyerekek. Ugye ez egy iskola színházi előadás, a Magyar Kultúra napján rendszeresen évről évre adnak elő egy-egy akár konkrét darabot a diákok, így a Toldit például, vagy az Ember tragédiája, idén pedig magyar regék és mondákat válogattak ki, és adtak elő, tehát közösen, a lényeg az, hogy közösen a ferencvárosi iskolák diákjai. Említésre került a Mestergaléria, de ez már csak a lánykori név, hiszen szép új neve van. Mester Palánta néven a gyerekeké, ez a kiállító tér csak a gyerekeké. Innentől kezdve ők rendezik be, ők alkotnak benne, az ő alkotásaik láthatók. Ez egy kuriózum, szerintem egész fővárosban nincs ilyen. És ugye ez egy új közösségi tere is lesz a fiataloknak, hiszen egy évvel ezelőtt indult el az a koncepció, hogy legyen a diákoknak talán egyedül álló módon a fővárosban egy ilyen kimondottan külön nekik szóló megmutatkozási lehetőség, kiállító tér, ami az idei évtől egy közösségi téré is változik, tehát ott különböző fiataloknak szóló programok is lesznek. És természetesen már vendég kiállítókkal is, és honnan máshonnan, mint Újpestről érkeztek, a Fradi Újpest barátság, örök barátság jegyében. H52 irodáról is sok szó esett, nem érdemtem, hiszen ez az az iroda a Haller utca közepén, talán a legzűrösebb, rizikósabb környéken, hogy a kallódó gyerekeket is, mint egy lepkeállóval befogják oda, hiszen sok olyan izgalmas és jó program van azok számára, akik sajnos nem szívesen mennek minden nap haza, vannak olyan napok, amikor inkább ide jönnek, és ide jó helyre jönnek. Tehát azt is lehetne mondani összefoglalásképpen, hogy kétszer már elnyertük az idősbarát önkormányzat címet itt Ferencvárosban, nem érdemtelen lesz sem, ezt nem én mondom, hanem azok, akik oda járnak, az a több tízezer időskorú, szépkorú ferencvárosi, akiknek köszönjük, hogy oda járnak, hiszen nélkülük ez a díj nem lett volna meg, hiszen hogyha ezeket a kollégáink által jól szervezett programokat nem látogatnák,
akkor nem lenne mit értékelni. Úgyhogy ha lesz majd ifjúságból át önkormányzat díj, szerintem jogosan indulhatunk ezen a versenyen is. És hogyha már a ifjúság után az időseket, idősebbeket is említette a polgármester úr, akkor pedig ajánljuk figyelmükbe a Teljesség felé című idősügyi műsorunkat, ahol ezekről a ferencvárosi programokról tájékozódhatnak önök is, és aztán válhatnak önök is részeseivé. Az összes program egyébként ingyenes szokott lenni. Egy újabb területtel folytatjuk, a sikeres roma koncepciót mutatjuk be. A Belügyminisztérium márványtermében 2017. október 24-én tartották meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által kiírt pályázat eredményhirdetését. A legjobb önkormányzati gyakorlatok program közös többszörös elnevezésű, a településen élő romák és nem romák példaértékű közösségi programjai tevékenységei kategóriában első díjat nyert a ferencvárosi roma koncepció. A díjat dr. Bácska János polgármester és Olá Anna esélyegyenlőségi referens vette át. A pályázat a következő programokról számolt be, a hagyományos ferencvárosi roma fesztiválról, a lehetőségek iskolájáról. Ferencváros ezzel a jezsuita rend által indított programhoz csatlakozva az általános iskolát félbehagyó felnőtteknek segít tanulmányaik befejezésében és a későbbi elhelyezkedésben. Továbbá a havonta jelentkező autentikus roma táncházról, a Roma és nem roma nők akadémiájáról, a végre önnek is van esélye felújítani otthonát programról és a ferencvárosi roma táborról. A pályázat ez utóbbi három programelemet fejtette ki részletesen. A Roma Nem Roma Nők Akadémiája tulajdonképpen ez egy személyes indítatásból indult el. Azt éreztem, vagy tapasztaltam, hogy a roma és a nem roma nők nem ülnek rá egy asztal mögé, és nem azért, mert nem akarnak, hanem azért egyszer nincs lehetőségük. És megpróbáltam ezt az egyedülálló formációt létrehozni, ahol roma és nem roma nők értelmiségi és kevésbé értelmiségi roma nők egymás értékeit meg tudják ismerni. Nagyon komoly üzenetet tudunk küldeni egyrészt a cigány testvéreknek, másrészt pedig a többségi társadalomnak, hogy így is lehet együttműködni. A végre önnek is van esélye felújítani otthonát pedig. Azért például értékű, mert azon túl, hogy az önkormányzat támogatja most már külön költségvetési soron ennek a programnak a megvalósulását, itt mindenképpen meg kell említenem a Család Mentoró Iroda, illetve a FEV műszaki munkatársainak a segítségét. Tehát ezek nélkül nem valósulhatott volna meg. Az a legfontosabb üzenete, hogy ezeknek a családoknak, akik tulajdonképpen be is vannak vonva ebbe a munkába, tehát nem csak kapnak valamit, hanem a kétkezi munkájukkal is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy sokkal egészségesebb és esztétikusabb lakókörnyezetben tudnak élni. Táborról, ami nagyon fontos, mert hiszen minden évben körülbelül 100 gyereket el tud vinni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingyen Balatonlellére, ahol ugye nagyon fontos a hagyományőrzés, a tehetséggondozás, és nem utolsó sorban a gyermekek egymás közötti érzékenyítése, mert ugye roma tábor a neve, de ebben a táborban, vagy ezekben a táborokban természetesen nem roma gyerekek is részt vesznek, és azt gondolom, hogy a gyermekek érzékenyítése legalább ennyire fontos, mint a felnőtteké. Ez a nyertes program mutatkozott be február 6-án a házasság kötőteremben tartott találkozón, melyen a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett esélyegyenlőségi workshopra jelentkező települési polgármesterek és egy ötfős norvég delegáció vett részt. Tavaly, amikor a Ferencváros pályázatára jöttünk, akkor azt láttuk, hogy egy nagyon komplex olyan programról van szó, ami nem csak a romákkal, hanem a hátrányos helyzetű esélyegyenlőséggel küzdő helyi lakosokkal is foglalkozik, függetlenül attól, hogy roma vagy nem roma. Élmény volt az ifjúsági központban, az alapítványnál tapasztalni azt, hogy mennyire szívügyüknek tekintve komplexen foglalkoznak a dolgokkal, és épp ezért szeretnünk volna itten a képzésen résztvevő polgármestereknek, illetve a norvég partnereinknek egy olyan programot bemutatni, ami nem egy dologra fókuszál,
áll, hanem egy teljes körzetet egyben egységként kezel. Alpolgármester asszony Kálai Gáborné fogja bemutatni a kerületet, tehát a demográfiától kezdve a büszkeségeinken, illetve az, hogy milyen díjakat nyertünk. A különböző referens kollégák munkájáról fog alpolgármester asszony egy rövid beszámolót tartani. Ezt követően én beszélnék majd 4 programelemünkről, ami benne volt a pályázatban. A Roma Nem Roma Nők Akadémiájáról, a Lehetőségek Iskolájáról, a Roma Kulturális Fesztiválról, ami az idén a 15. lesz, illetve a Roma Nőművészek Ferencvárosban című kiállításról. Ezt követően Tar József, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tart egy beszámolót, ezt követően Berec Dénes egy nagyon rövid beszámolót a lakásprogramról. Elsétálunk a Várt utcai templomba, ahol a cigánypasztoráció zajlik. Minden hónap első vasárnapján van egyébként egy szent mise ezzel kapcsolatban. Önnek is van esélye felújítani a Otthonát című program keretében. A résztvevők élőben is, tehát a gyakorlatban is megnézhetik, hogy tulajdonképpen milyen lakásokban sikerült nyílászárókat cserélni, vagy adott esetben ajtót, vagy egy új fürdőszobát létrehozni, ami a benne lakóknak az életminőségét nagy mértékben megváltoztatja. És akkor ezt követően elmegyünk a H52-be, az ifjúsági irodába, ahol lesz egy rövid bemutatkozás az ifjúsági irodának, és az est végén pedig a Ferencvárosi Művelődési Központban szeretnénk egy hagyományos roma étellel kedveskedni, és autentikus cigányzenével kedveskedni a vendégeinknek. 2003 óta folyik koncepcionális gondolkodás roma területen. Azt gondolom, hogy példaértékű az az együttműködés, ami itt Ferencvárosban ebben megvalósul, tehát az önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a civil szervezetek, a kulturális és szociális intézmények, az egyházak, tehát egy olyan együttműködés, ami azt gondolom, hogy a biztos annak, hogy ez itt sikeresen tudjon működni. A polgármester asszony után most önt kérdezem, hogy mit tart a roma koncepció erősségének? Hát a elhangzottakból tudnék elcsenni a komplexitását. Tehát ahogy az időskori programunkban, programsorozatban is a híd a generációk közötti jellegzetességet emeli ki mindenki, hiszen az idősek találkoznak a fiatalok a két generáció különbséggel is, különböző programokon. Itt pedig a cigány származású emberek, a nem cigány származású emberekkel kortól függetlenül. És a másik ilyen varázsszó, amit szívesen hangoztatnak a szakemberek, az integráció. Tehát jól látható volt az összes programból, hogy ez nem csak kizárólag cigány gyerekeknek, cigány származású ferencvárosiaknak szólnak ezek a programok, hanem mindenkinek együtt, és együtt is valósítják meg, együtt hozzák létre, együtt tervezik meg, akár a lakásfelújítást, ugye ez a újítsa föl az otthonát programoktól kezdve a gyerektáborozáson át, a cigánypasztorációs program, ugye a templomba is nem csak cigány emberek mennek be a misére, vagy az istentiszteletre, és akármelyik programot soroljuk, programpontot soroljuk föl, egyszer csak azt veszük észre, hogy ez már túl van a programponton, ez a ferencvárosi élet része. Adásunk vége felé most egy fontos témára szeretnénk még felhívni az önök figyelmét, elsősorban a közös képviselők, illetve a társasházak figyelmét, ugyanis a közös költség volt az idei első ilyen találkozónak a témája. A közös képviselők klubjának célja, hogy segítsék a társasházak életét, a közös képviselők munkáját, felhívják a figyelmet a változásokra, és hogy problémás esetekben milyen segítségre számíthatnak. Legutóbbi január végi ülésükön is sokakat érintő probléma volt a téma, a közös költség fizetésének elmulasztása. A találkozó elején dr. Bácskai János polgármester és dr. Kulpinszki Eleonóra önkormányzati képviselő, a klub koordinátora köszöntötte a megjelent közös képviselőket.
A közös költséggel kapcsolatos tudnivalókról dr. Dencső Dávid ügyvéd adott tájékoztatást. Már a második előadásunk. Az első előadáson ugye elrészleteztük, hogy mi is ez a közös költség, és most pedig a speciális behajtási kérdésekről fogunk beszélni. Tehát így, hogy mi egyáltalán kifizeti a közös költséget, mondjuk egy ingatlan átruházás esetén. A közös képviselőnek iszonyatosan nagy felelőssége van ezen, hogy a közös költség ugye behajtásra is kerüljön, hiszen a társaság könyvelésében ez egy negatívként jelenik meg, hogyha nem kerül kifizetésre. Viszont az emberek hajlamosak nem jogkövető magatartást tanúsítani ezzel kapcsolatban, ezért, ugye, amint mondtam, fokozott jogi felelősség is hárul a közös képviselőkre. Én ebben kívánok segítséget adni, ismertetve a bírói gyakorlatot is. De sok olyan társasház van, akinek szinte a léte lehetetlenült el amiatt, mert hogy nagyon sokan vannak, akik nem fizetik a közös költséget, és ugye erre sokszor a közös képviselők azt a választ adják, hogy nem igazán van a kezükben semmilyen olyan eszköz, amivel ők be tudnánk ezt hajtani, vagy legalábbis nagyon bonyolult. Szerencsére a jogalkotó megad most már minden támogatást, így ért, hogyha például kis példértékben vannak úgy hajlamosak ugye felgyorsítani ugye a peres eljárásokat, ezek a, illetve nem peres eljárásokat is, tehát mindenfajta, tehát a jog teljes arzenája segíti a közös képviselőket, és illetve hatatós jogi segítséget is nyújt ugye mind a, ugye a Magyar Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédek, jogi képviselők, tehát hogy érdemes ügyvédet is fogadni ilyenkor a behajtás iránt. Egyébként erről, tehát az interneten is tud kutakodni, rengeteg bíró is határozat is közzé van téve, ezeket is érdemes megfelelni, illetve amit mondtam, hogy ügyvédhez érdemes fordulni, illetve jogi tanácsadást kérni, és én mindig javaslom más közös képviselőkkel is a konzultációt, hogy milyen érdekes ügyek vannak, hiszen az itt jelenlévő közös képviselők is rendkívül sokat kérdeznek, és egymástól tudnak tanulni. Közös költséggel kapcsolatban egyébként van-e még más olyan probléma, vagy más olyan terület, ami általában felszokott merülni egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával? Hát leginkább az, hogy nem fizetik, és az eladó hajlamos nem kikelni a közös költség nullás igazolást, vagy elhitetni a vevővel, hogy ó, nincsen közös költségtartozás. Szerencsére azért az ingatlan nyilvántartásban feltüntetésre kerül mind végrehajtási jog, mind jelzálogi jog keretében, illetve ilyenkor a szomszédok is tudnak tájékoztást adni, hogy ők nyilván tudják, hogy egy adott ingatlanban nincsen befizetve ez a közös költség. Vannak egyébként azzal kapcsolatban adatok, hogy hány társasházat érint ez a probléma kisebb vagy nagyobb mértékben? Sajnos nagyon nagy a látencia is, tehát ilyen pontos statisztikai adatok nem állnak sajnos rendelkezésre, hiszen ahány társasház annyi fajta ugye az emberi magatartás, hogy fizeti a közös költséget, vagy nem, illetve nagyon sokan már felszólításra befizetik ezt a közös költséget, azért nem is kerül sem közjegyzői fizetési meghagyási eljárásra, sem bírósági szakaszban, és továbbá nem is kerül be a földhivatalba jelzálogi jogként bejegyzésre. A közös képviselők klubjának találkozóiról a közös képviselők és a számvizsgáló bizottság elnökei a képernyőn látható e-mail címen és telefonszámon érdeklődhetnek. Ilyen és ehhez hasonló témákkal várják tehát a közös képviselő klubjába az érdeklődő közös képviselőket, várják az jelentkezéseket, hogyha valaki még nem járt volna ilyen találkozón, akkor miért érdemes elmenni? Sőt, én mondhatom azt is, hogy várjuk a közös képviselőket, hiszen pontosan azért hoztuk létre, hogy segítsük azoknak a munkáját, azoknak a közös képviselőknek a munkáját, akik nekünk is döntéshozóknak, és hát természetesen az első számú célközönség a ferencvárosiaknak segíthetnek azon keresztül, hogy egyre többet tudnak meg a jogszabályokról, szokásokról. Ez is annak a példája a közös képviselőklubjának a működése, a tematizálása, hogy nem mi mondjuk meg, hogy miről legyen szó ezeken a klubüléseken, hanem ők mondják meg, ők kérik, jól látható a legutolsó, ez már a 15. vagy a 16. ülés volt emlékeim szerint, hogy a be nem fizetésnek a retorziói mik lehetnek, tehát a visszatartó ereje mi lehet, hiszen a legtöbb társasháznak ez a legnagyobb problémája, hogyha kellő számú, illetve hát sajnos sok esetben már olyan sokan nem fizetik a közös költséget, tipikusan azok, akik bérbe adják, és nem laknak ott, és nem érzik ennek a következményét, hogy adott esetben is lehetetlenülhet a ház, nem tud pályázni, akár önkormányzati, akár más pályázatokon, tehát nagyon sok kárt okoznak, és erre kaptak jogi tanácsot, és ez egy nagyon hasznos szolgáltatás így a klub keretein belül. Ez hasonlít.
jogi tanácsot pedig kaphatnak a Ferencvárosban élő magánemberek is, nem csak hogyha valaki közös képviselő, mert hogy ügyvéd úr ingyenes jogi tanácsadásban segíti a kerületben élőket. Milyen módon működik ez? Be lehet jelentkezni, úgy tudom, hogy a 9.tv képújságon is látható, az újságban is benne van, keddenként előre bejelentkezés alapján lehet jogi tanácsot kérni, most már teljes időkitöltéssel, tehát minden időpont betelik a következő és az utána következőre is a tanácsot kérőktől, és nagyon népszerű, hiszen nagyon hasznos tanácsokat kapnak ingyen. Nyilván egy ügyet nem tud a szerzőtetet végigvinni, de lerövidítheti, és meghatározhatja, ötleteket meghatározhatja a tényállást éppen adott esetben, hova érdemes fordulni, merre kell elindulni, adott esetben tud ajánlani intézményt vagy kollégát, aki annak a specialistája. Nagyon népszerű, nem kell mondanom. És akkor hangsúlyozzuk még egyszer, hogy ez egy ingyenes tanácsadás, úgyhogy ha szükségük van, akkor vegyék majd igénybe. És most pedig a február 27-i élő adásunk végén program ajánlók következik az elkövetkező pontosan egy hónapban, hiszen március 27-én várjuk majd újra ide a stúdióba polgármester urat, és önök addig mivel várják a ferencvárosiakat? Csak kiemelnék a sok-sok program közül most pénteken, tehát már 2-án, az már márciusban lesz Békebeli Budapest filmvetítés, nagyon izgalmas, nagyon szép film a boldog békeidőkről itt a Művelődési Házban. 3-án volt szó róla korábbi bejátszásokban, nőnapi sportvarázs a Vendel utcai sportcsarnokban, miközben itt az FMK-ban Bolha piac, ez is nagyon népszerű, kincskereső Bolha piac. És ez gyerekeknek szóló Bolha piac, úgyhogy várják a gyerek jelentkező árusokat és vevőket. A Cimborák játszóházzal. 7-én a Szabadság útja kiállítás megnyitó itt a Ferencvárosi Művelődési Központban este 6-kor, és másnap, csütörtökön 8-án pedig belső Ferencváros épített öröksége, mobil applikációs bemutató, tehát ez már a ugye modern. Ugye van egy ilyen mobil applikációs séta, ami József Attila ferencvárosi életének helyszíneit mutatja be, illetve készült a 1956-os forradalom 60. évfordulójára is egy ilyen séta, ami pedig ugye a ferencvárosi 56-os fontosabb helyszíneket mutatja be, és akkor ezek szerint ez a harmadik állomás, ami belső Ferencváros. Ugye az első József Attilás az díjat is kapott, olyan világhírű, Magyarországon nagyon sikeres program, ez most már a harmadik, így van, és ajánlom mindenkinek, nagyon interaktív és gyors, és jó emlékezetet biztosít. És március 15-i ünnepségre, március 14-én fogunk a Kossuth szobornál szokás szerint délután 2 órakor, pontosabban 12 órakor lesz az ünnepi megemlékezés a koszorúzással, 14 órakor, tehát 2-kor pedig már a Pince Színházban lesz ünnepi előadás, és a kint a József Attila lakótelepen pedig 5 órakor lesz a lakótelepiek, Lék néven ismerik a lakótelepiek közösségét egy 15-i program. Köszönjük szépen polgármester úrnak, hogy itt volt. Önöknek is köszönjük a figyelmet, várjuk kérdéseiket. 2182121-es a telefonszámunk, info@9.tv az e-mail címünk. Ahogy az adás elején elmondtam, megismétlem most is, hogy megtalálnak minket honlapunkon, Facebook oldalunkon is, illetve műsorainkat visszanézhetik YouTube csatornánkon. Március 27-én 18 órától várjuk önöket ismét itt a stúdióban élőben. Várjuk polgármester urat is, köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm az érdeklődést, reméljük akkor már igazi tavaszi időben. Találkozunk március 27-én is, viszontlátásra!